Szegregációs és diszkriminációs feljelentéssel kezdődött, majd az egyik román napilap által közölt névtelen levéllel folytatódott egy magyar ellenes csoport támadása, a többségében magyar lakta a Szilágy megyei Kraszna vezetősége és magyar közössége ellen. A feljelentők valótlan állításokkal próbálják megzavarni a község nyugalmát. Magyar ellenes támadások sorozata éri a krasznai önkormányzatot. A tavaly feljelentették a hivatalt, mert a román elemi osztályosokat elválasztották a magyar diákoktól, és egy olyan tanintézménybe kerültek, ahol több mint 20 évig magyar elemi osztályos gyermekek tanultak. Ezt követően az új óvoda lett a célpont, ugyanis az épület egyik oldalsó falán a román óvoda megnevezés a magyar alatt szerepel. Azóta a feliratokat levették, hogy az elvárt sorrendben tüntessék fel. A következő támadás a hivatalt értem, a községháza felirat miatt. Legutóbb pedig egy megyei román napilap névtelen levélre hivatkozva állított valótlant, amely szerint a román gyermekek nem iratkozhatnak be bölcsődébe. Úgy érezzük, hogy teljesen alaptalanul és az újság által megvizsgálatlanul került közszférába egy olyan levél, amelyek olyan vádaskodó is gyűlöletre úszító kijelentéseket tartalmaznak, amelyek nem állják meg a helyüket is, és ami hazugság. Valójában Krasznán még nem létezik bölcsőde, bár létezne, mondta a polgármester, mert annak ők örülnének a legjobban. Ugyanakkor hozzátette, minden román ajkú gyermek bejutott a román napközi óvodába, sőt a megmaradt helyekre a környező falvakból is érkeztek óvodaköteles gyermekek. Továbbá a községhez tartozó román falvakban, Máronban, Rátonban és Hosszúaszón is működik román tagozatú óvodai csoport. Az újságban közölt valótlanság miatt pedig megtették a szükséges jogi intézkedéseket, ismertette a polgármester, aki abban bízik, hogy a jövőben nem lesznek hasonló incidensek a községben.